Mindenkinek, üdv újra a csatornán! A mai videóban arról fogok nektek beszélni, hogy mi a jó Istent lehetne ajándékozni hölgytársaink számára karácsonyra. Ugyanis nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nálam ez általános probléma szokott lenni ilyenkor már november táján, hogy mit vegyek anyukámnak, mit vegyek a testvéremnek, mivel ajándékozzam meg a barátnőimet, egyszerűen mit adjak, aminek tényleg örülnének. Ehhez a videóhoz összeszedtem néhány olyan dolgot, ami szerintem nagyon jól néz ki, hasznos is tud lenni, és én tutira örülnék, ha ilyesmit kapnék, de tekintve, hogy nekem ez már így megvan, hát igen, van kihívás számotokra, kedves családtagjaim, hajrá! Sosem hittem volna, hogy egy éjszakai krém lesz az első ajánlatom, de tekintve, hogy függő vagyok, mármint ennek a terméknek a függője vagyok, ezért ő lesz az első. L'Oréal Paris Extraordinary Olyan Nutrigold ragyogást adó éjszakai krém maszk. Hú, gyerekek! Na, hát ez egy olyan termék, amit elég hosszan nézegettem a polcomon, mire nekiálltam és végre kipróbáltam. Nos, maga a külseje is eléggé ünnepi, tehát valóban egy nagyon szép ajándék ez így önmagában. Na de a lényeg az itt van benne. Ugyanis ez a krém, aminek az illata... na jó. A legfinomabb férfi parfüm kombinálva enyhe méz illattal és csipkebogyó illattal. És bár lehet, hogy ez így nem mond nektek semmit, de minden egyes alkalommal, amikor beleszagolok, ez a... Istenem, én most nem tudom. Most megegyem? Vagy hogy tudnám ezt jobban magamévá tenni? Szóval beteges volt. Na mindegy. A lényege az, hogy tele van hidratáló olajokkal, és... egyszerűen a bőröm imádja, szóval rendeltem egy új arcradírt, kombinálom ezzel az éjszakai krémmel, és egyszerűen a bőröm új életre kezd kelni. Imádja, azonnal beszívja, és hát ott tartok igazából, hogy most már a sminkelés előtt is, szóval konkrétan mielőtt ma megcsináltam a sminkemet, már előtte is muszáj volt egy keveset, csak egy picit éppen, hogy csak a főbb területekre tenni, mert egyszerűen fantasztikus, és érzem a bőrömön, hogy nagyon bejön neki. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó opció lehet az arckrémmániásoknak, vagy azoknak, akiknek alapból nagyon száraz a bőre, mert ez szerintem egy igazi különlegesség, és én nagyon-nagyon szeretem használni. Térjünk át a fürdőzésre. Én nagyon szeretek kádban fürdeni, szeretek zuhanyozni is, mert az hip-hop gyorsan megvan, de néha nagyon jó egy kicsit elterülni a meleg vízben, és akkor szeretek mindig hozzádobálni valamit a fürdővizemhez. Na most a Bob Cosmetics az remekül tudja ezt elősegíteni, hogy fogalmazzak így, illetve, hogy mindig aktuálisan az aktuális éves ünnepeinkhez mindig legyen valami plusza, amivel ezt fokozni tudja, ezt az élményt, és ez így van most is. Tehát az ajánlatom, ami szerintem mindenkinek megfelelő lehet, tehát minden korosztály számára, az valamilyen fürdősüti, vagy fürdőbomba, vagy szappan, vagy bármi igazából, mert hogy így, hát most nézzétek meg ezeket az édes kis valamicskéket, amik abszolút a karácsonyi hangulatot hozzák vissza, és ettől még jó pofább az egész, konkrétan ajándékká válik így maga ez a... Mézi! Hú, de jó illatod van, Mézi! Akarsz ma velem fürdeni? Lépjünk tovább, a következő az talán egy picit specifikusabb lehet, de nagyjából szerintem az emberek 80%-a szeret órát hordani, én is nagy óra hordó voltam, aztán leálltam vele, egészen addig, amíg meg nem láttam, hogy lehet még órát viselni, vagy milyen anyagból lehet még órát viselni magadon. És így rendeltem meg magamnak a Yorttól egy fa órát. Ami úristen, na ezt nézzétek. Először is mondanom sem kell, hogy a csomagolás az maximálisan megfelel a karácsonyi elvárásoknak, tehát nagyon ezt már nem kell tovább gondolni, de itt van benne az én gyönyörűséges órám, ami természetesen fekete színű, illetve hát nem is mondanám teljesen feketének, sötét, barna színe van, és hát egyelőre még addig jutottam, hogy csak csodáltam és nézegettem, illetve van még egy kis beállítási problémám, túl kicsike a kezemre, úgyhogy egy picit még ezen javítanom kell. Na, de a lényegen nem változtat. Egy teljes mértékben fából készült óráról van szó,
ami szerintem eszméletlenül egyedi, és nagyon-nagyon csinos, és nagyon elegáns is, mindenféle szethez szerintem jól tud passzolni. Úgyhogy nekem ő a következő órám. Én rajongok mindenért, ami fából készült, mert szerintem rendkívül egyedi és nagyon különleges is. Úgyhogy egy fából készült óra számomra így a mennyország körülbelül. A Jord oldalán egyébként rengeteg típusú óra van még, tehát vannak világosabbak, színesebbek. Nekem ez volt az a típus, ami leginkább tetszett. Igen. Ha van olyan ismerősötök, aki nagyon szeret a hajával foglalkozni, és esetleg egyébként a Bitchy Waves élete hajstílusa, akkor szerintem neki nagyon jó ajándék lehet a Schwarzkopfnak ez a kis csomagja, az Osis Plus, ami igazából egy mini set, amivel Bitchy Waves-eket tudunk, azaz tengerparti hullámokat tudunk készíteni a hajunkba, és egyébként az én hajam is ugye igazából egy ilyen átmenetes, tehát félig egyenes, félig hullámos, ezért vagy teljesen ki szoktam vasalni, vagy pedig hullámokat teszek bele, nagyjából ez a két opció létezik. Hogy fokozzam egy kicsit a hullámokat a hajamba, ez a kis set erre tökéletes. Van benne egy fényfokozó, volumen növelő hajhab, és most csörögök. Telefonom, ó, Szilva, drága Szilva. Tehát van benne egy fényfokozó, volumen növelő hajhab és egy prémium előkészítő hajspré. Mind a mellett, hogy ez a kis csomag tartalmaz még egy jó kis fésűt is, amivel tudjuk fokozni a kis hullámainkat. Ezek a termékek tele vannak ásványi anyagokkal, és nagyrészt a céljuk az, hogy egy kis volumennövelést adjanak, egy kicsit el tudjuk vele készíteni a mindannyiunk álom frizuráját. A rendezetlen, de mégis rendezett frizurát, nekem legalábbis ez az álmom, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de igen, szóval ez a készlet szerintem elég szuper. Ha már kezdtetek bepánikolni, hogy még egyetlen sminkterméket sem ajánlottam ebben a videóban, ami durva lenne, akkor nyugodjatok le, most jönnek a sminktermékek, először is egy gyönyörű paletta, ez pedig a L'Oréal La Palette Nude nevű, hát, csodálatossága, nem tudom miként apostrofálja, ugyanis, igen. Szóval, ez a legújabb L'Oréal paletta, 10 csodálatos színt tartalmaz, fényeseket, mattokat egyaránt, és szerintem ez az a kombináció, amit teljesen mindegy, hogy anyukád számára vásárolnál meg, vagy a barátnőd számára, mert ez abszolút egy ilyen kortalan paletta, plusz ráadásul a színek, a benne lévő földszínek miatt minden szemszínhez tökéletes, tehát ezt tutira mindenki ki tudja használni. A mai sminkem is ezzel készült egyébként, és nagyon-nagyon szép. Tehát tényleg nagyon pigmentáltak a színek, és mégis egyfajta természetesség köszön vissza benne. Tehát én az aranyat használtam, ezt a melegebb barnát, és ezt a melegebb highlightert, és nagyon szép, nagyon természetes lett. Aztán a szem részt én még egy kicsit megfejeltem a L'Oréal legújabb spiráljával, a Feline-nel, ami... igen. A fejrésze egy ilyen kis ovális valamicske, amivel annyira jól ki tudtam spirálozni a belső kis pillákat is, meg a külsőket is, és ilyen nagyon szép íves lett minden, úgyhogy én most igazából egy kicsit oda vagyok ezért a kombinációért így, de én azt gondolom, hogy ez a páros, akár így önállóan ez a paletta is. Aki egy kicsit szereti sminkelni magát, annak ez így szuper. Ha már az aktuális sminkemet kezdtük el elemezgetni, térjünk át egy következő termék ajánlatomra, ami egy kicsit ugyan magasabb árkategória, de néha kell egy kis luxus az életünkben. Szóval ezért a mai ajánlatomban két Guerlain termék lesz, amit, hogyha én kapnék karácsonyra, valószínűleg sűbe fakadnék. Tehát, hogy ez a márka az én egyik abszolút kedvenc luxus termékem. És mindjárt kezdjük a rúzzsal, mi mással. A Guerlain Kiss Kiss rúzsa van ma rajtam, ami... Hát az az igazság, hogy egy ilyen mindennapi színné vált számomra. Tehát egy enyhe rózsás beütésű szájfény balzsam rúzsról van szó, ugyanis ez egy kombináció igazából. Viszont minden nap ez van rajtam, tehát így munkába menet, mostanában ez az a szín, ami nélkül nem indulok el. Tehát így ezzel szükségem van rá. A színkód a Pink Me Up, és nagyon balzsamos, nagyon krémes, ezért is egy ilyen hordható hétköznapi darab számomra, mert hogy nem érzem azt, hogy állandóan igazgatnom kéne, nem érzem azt, hogy félrecsúszik, egyszerűen tökéletesen hidratálja az ajkaimat, mind a mellett, hogy tényleg a szín az egy nagyon szolid és viselhető.
És hát rózsa illata van, és rózsa íze van, igen. És akkor jöjjön ez a csodálatos pirosító hozzá, ami azon termékeim közé tartozik, amit szeretek az eredeti csomagolásában megtartani, mert hogy túl gyönyörű, tehát hogy így egyszerűen muszáj. Ráadásul benne van még egy picike kis fekete zsákban, fokozza a luxus érzetet. Nos, ez a pirosító tehát egy gyönyörűség. Igen, ez a védőfólia volt. Hát igen, egy életre elegendő, az biztos, de ahogy látjátok, egy kicsit erősebb ez a szín, mint ami általában hozzám passzol. Meg is tudok vele úgy pirosítani, hogy szolid legyen, lágy legyen, és összességében ragyogást adjon, ne pedig bohóc kinézetet. Szóval szerintem, hogyha van lehetőség arra, hogy egy kicsit exkluzívabb, egy kicsit a luxus fele menjen el az ajándékozás, akkor a Guerlain standjába érdemes körbenézni, mert egy jó pirosító, egy jó rúzs, az mindig jól jön. A sminkmániásoknak legalábbis. Következő ajándék ötletemnél a nagymamám is eszembe jutott, hogy szerintem ő ennek nagyon-nagyon tudna örülni. Ez pedig a Braunnak egy arctisztítógépe és egy mini epilátora egyben. Na most, igen. Szóval alapból ez a termék egy epilátor, amit az arcunkon tudunk használni, nyilván tudjuk melyik területekre gondolok most. Itt van elsőként maga az epilátor, amit igen, van benne elem. Ez az arcepilátor, ami elég kis pindurka, nagyon könnyű használatot ígér, és ez az, amit tovább tudsz bővíteni arctisztítóvá. Tehát ez az arctisztítónak a feje, és igazából erre lehet még rátenni különböző kis keféket. Tehát ez szerintem egy elég jópofa kis ötlet, és lehet külön arctisztító kiegészítőket vásárolni hozzá, van szivacs, van normál, extra puha, és egy kicsit erősebb, radírozósabb fej is. Ha valami hasznos ajándékon gondolkozol anyukádnak, nagymamádnak, akkor szerintem ez a set így, ez elég ütős lehet. Végül, de nem utolsó sorban jöjjön még egy kis szemfesték ajánlat, így a végére ez pedig a pupának két kis ékszerdoboza lesz, mert hogy szó szerint kell ezt venni, ezt az ékszerdoboz szettet. A Web kollekció kompakt duó szemfestékeiből hoztam kettőt, ami hát nekem így eléggé bejön, és hát ebből gondolom, hogy talán nektek is tetszhet. Már maga a csomagolása is nagyon-nagyon szép és ízléses, és akkor még benne a színek. Az első kombináció az a kedvenceim közé tartozik, a hófehér fényes szín, kombinálva a sötét, bronzos színnel, hát ez egyszerűen gyönyörű. Tehát erre nagyon nem lehet mit mondani, mint annyit, hogy gyönyörű. A másik az pedig egy aranyváltozat. Arany, és ha jól emlékszem, akkor egy kicsit ilyen melegebb barna. Ez is inkább a bronzos vonalon mozog, de ez a két szín is gyönyörű így egymással, és mind a kettő szín igazából olyan, hogy minden szemszínhez tökéletesen passzol. Hogyha kisebb a büdzsét, de mégis szeretnél valami elegáns ajándékot adni egy sminkmániás barátnődnek vagy családtagodnak, akkor szerintem érdemes ezeket a kis duókat is figyelembe venni, mert tényleg nagyon szép a csomagolás, és a színek is egyszerűen gyönyörűek. Remélem, hogy sikerült egy-két ötletet adnom nektek a nagy karácsonyi ajándékozás tekintetében, és ha valamelyik termékről bővebben szeretnétek infót, akkor kattintsatok a leírás gombra, mert én oda mindig igyekszem betenni minden részletes információt, úgyhogy igen, kattintsatok oda, és a részleteket ott megtaláljátok. Minden jót nektek, tessék pezsegni, hamarosan találkozunk egy új videóban. Sziasztok!